Szakmát szereztek, közel 160 kárpátaljai tanuló fejezte be sikeresen tanulmányait Máté Szalkán. Szemléletformálás és ismeretterjesztés, játékos programot szerveztek a Sólya Miklós görögkatolikus általános iskola diákjainak. Tradíciót teremtenek, a Rákóczi szabadságharc kezdetére emlékeztek ismét Tisza Bezdéden. Közel 160 kárpátaljai tanuló fejezte be nemrég tanulmányait a Máté Szalkai Szakképzési Centrum és a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttműködésében szervezett szakmai képzésen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 8 ágazat 10 szakmájában szereztek végzettséget a hallgatók a két éve tartó háborús körülmények ellenére. Számukra ez az időszak nem csak a tanulásról, az új élet lehetőségéről is szólt. Az egyik asztalon bizonyítványok és oklevelek, a másikon jutalomkönyvek sorakoztak Máté Szalkán. A szakképzési centrum Déri Miksa technikumában hozták a zászlót a fiatalok, itt is elérkezett az év vége. 153 végzős másodéves tanulónk volt, és az öt iskolánkból mind az ötben vannak úgymond érintettségek. A 153-ból a mostani adataink szerint 122 végbizonyítvány kapó tanulónk van. Sajnos a lemorzsolódás az minden esetben az ő esetükben indokolt. Nagyon sokan családi és egyéb körülmények miatt kénytelenek voltak a képzést félbehagyni és munkát vállalni azért, hogy tudják segíteni az otthoniakat. Sokan vannak olyanok, akiknek a bizonyítványát talán lehetett látni az asztalon, és akik nem tudtak eljönni, mert ők már dolgoznak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy sikeres, eredményekben jócskán bővelkedő tanéven vagyunk túl. 10 szakmában, 8 ágazatban szereztek képesítéseket a tanulóink. Nagyon változatos volt a képzési kínálat. A fiúk főleg villanyszerelő, rendszergazda, autószerelő és karosszéria lakatos szakmát választottak. A lányok viszont kicsit más irányban gondolkodtak. Kozmetikusi technikus végzettséget szerzek most idén, és a két évem az eleinte eléggé bizonytalan volt, de már így vége felé nagyon beilleszkedtünk, és rettentően hálásak vagyunk Magyarországnak, hogy befogadtak minket, úgyhogy a végére már tényleg nagyon jó volt. Én Kárpátaljáról jöttem, ugye, Mezőkaszonyból, és ugye hallottuk, mert ugye szoktak az iskolákba járni, bemutatni iskolákat, és ott hallottam erről az iskoláról, és ugye én nagyon szeretek főzni, így nem is volt kérdéses, hogy akkor ide szeretnék jönni, és még nem tudtuk, hogy hova, mert ugye mi azt hittük, hogy ugye Máté Szalka, és végül Nyírbátorban lett a kollégium, és Nagykállóban pedig az iskola, de nem bántam igazából, nagyon szerettem ott lenni. A fiatalok azzal, hogy Magyarországon és Máté Szalkán tanulhattak, sok esetben nem csak szakmát kaptak, hanem lehetőséget is egy új életre. Különösen igaz ez a most ballagó évfolyamra, de a határon átívelő kapcsolat már 2018-tól működik. Akkor még nem tudtuk nyilván azt, hogy 22-ben kitör a háború. És 22 óta nyugodtan mondhatjuk azt, hogy főleg a fiúk esetében ennek a rendszernek és annak, hogy itt tudnak tanulni Magyarországon a 16 évnél idősebb fiúk, és itt szerezhetnek szakképesítést, ennek életmentő funkciója is van, sajnos. Mert látjuk azt, hogy egyre durvul az ukrajnai helyzet, ahogy a háborús válság elmélyül, és így nagyon sokan fiatalok, idősebbek, egyaránt férfiak itt találnak munkát, lehetőséget ahhoz, hogy túléljenek. A közös rendszer további hatékony működéséhez azonban fontos, hogy a szakképzési centrum folyamatosan fejlődjön, kínálatával, módszereivel és eszközparkjával lépést tartson a kor elvárásaival. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum megújítása, megújulása, gyakorlatközpontúságát, azon keresztül is segítjük, hogy néhány héttel ezelőtt jelentettük be azt, hogy a 21. századi szakképzési programból 7,5 milliárd forinttal támogatjuk szakképzési centrum megújítását, és egy másik nagyon fontos küldetést helyeztünk a Máté Szalkai Szakképzési Centrumra, ez pedig a Kárpát-medencei szakképzésnek a megerősítése, amelynek az egyik legjobb példája, amely Kárpátalja és
itt a Máté-Szalkai Szakképzési Centrum között van, hiszen mi azt szeretnénk, hogy a megújult szakképzés, a megújult magyar szakképzés sikere egyaránt legyen elérhető Kárpátalján, Erdélyben, Székelyföldön, Délvidéken és a Felvidéken is. A nem szokványos évzárót különleges ünnepi műsor is színesítette. Az országos tiszti főorvos a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szerda 0 órától szombat éjfélig. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt szerdától a mávstart naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Nyíregyházán is, a Volán busz pedig munkanapokon 12 és 14 óra között a Néplégett autóbuszállomáson és a vármegye székhelye nagyobb forgalmú buszállomásain ásványvizet oszt az utasoknak. A közlekedési társaságok mindenkit arra kérnek, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljon útra. Az egészségtudatos szemlélet kialakítása és erősítése volt a célja annak a rendezvénynek, amelyet a kábítószer elleni világnap alkalmából tartottak Nyíregyházán. A gyerekek játékos formában tanulhattak a dohányzás káros hatásairól és az egészséges életmódról. Mint az a rendezvényen elhangzott, fontos a szülői példamutatás is, ezt egészítik ki az intézményes keretek között szervezett programok. Nagyon remélem, hogy ti nem próbáljátok, de... Van egy olyan dolog egyébként, hogy ha tudtok olyat, aki ezt használja, vagy bárki ismerősötök van, akkor legyetek szívesek, próbáljátok irányítani afelé, hogy vannak kimondottan olyan helyek, ahol jelentkezni tudnak, nem kell nekik feltétlenül az orvosi, vagy az egészségügybe bemenniük, vannak lehetőségeik, nem kell előre bejelentkezniük, és minél hamarabb próbáljátok rábeszélni őket, hogy menjenek el egy olyan drogprevenciós programba, ahol leszoktatják őket erről a tevékenységről. A főtörzs őrmester intő, de jó szándékú gondolatait is meghallgatták a gyerekek a Sólya Miklós görög katolikus általános iskolában. Az intézményben a tanév végéhez közeledve a kábítószer elleni világnap alkalmából szemléletformáló ismeretterjesztő programot szerveztek, ahol a részek szemüveg kipróbálása volt az egyik legnépszerűbb feladat. Van lehetőség arra, hogy intézményesített keretek között tudjunk felvilágosító prevenciós munkát végezni. Ez a mai napnak is a missziója, a célja, hiszen az önkormányzat által működtetett kábítószer egyeztető fórumnak a tagszervezetei, akik most itt vannak, és mondhatom, hogy lefedik azt a területeket, akik a családokkal, a gyerekekkel nap mint nap kapcsolatba kerülnek, maga az iskola, a gyermekjóléti alapellátási intézmény, a családsegítő központ, vagy a védőnői hálózat, itt van az egészségügyi kar illetékes szakemberei, a periféria alapítvány, úgyhogy mind itt vannak azok a szakemberek, akik az egészségügyi felvilágosításban, a prevencióban ott vannak, ismerik a problémát, terepen vannak, és adott esetben jelzéssel tudnak élni, hogyha valamelyik gyerek veszélyeztetve van, és beavatkozás szükséges, és segíteni is tudnak. A színezés és arcfestés is csak egy csel volt a gyerekek figyelmének lekötésére. Eközben a szakemberek komoly témákról beszélgettek már a legkisebbekkel is. Olyan nyelven és stílusban, hogy azt akár az óvodás is be tudja fogadni a saját szintjén. Emellett játékos feladatok is voltak, megtanulhatták például a helyes táplálkozást. Jó. Gabona félék. Na, gabona félékhez mi? Ez egy? A sajt az tejtermék. Ez gabona, ez mi? Ez nem az. Szerinted az tej. Egy másik asztalnál pedig a dohányzás és az alkoholkáros hatásait szemléltették a szakemberek. A szájába, az íjje, a fogai, mind tönkrenek, és nézd meg, hogy megöregíti az arcát. A rendezvény célja elsősorban a prevenció, az egészségtudatos szemlélet kialakítása és erősítése, amelyet nem lehet elég korán kezdeni, egy hátrányos helyzetű területen sem. Ahol valamilyen hátrányok többszörösen jelentkeznek, akár munkanélküliség, alacsony jövedelem vagy lakhatási problémák, ott talán veszélyeztetettebbek az emberek,
Mindenképpen ezt lehet mondani, de én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy elaltassuk magunkat. Ez akár a város bármelyik pontján, vagy bármilyen társadalmi rétegben jelentkezhet és jelentkezik is, tehát senki sem mentesül ez alól, minden szülőnek, minden intézménynek oda kell figyelni. Lehetnek olyan gózpontok, ahol ez súlyosabb és ott koncentráltabban, de mindannyiunknak észnek és figyelni kell. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja hivatalosan június 26-a. Kis mennyiségben ugyan, de már elérhető a piacokon és a zöldségeseknél a magyar dinnye, július 1-jére pedig minden itthoni üzletláncban kapható lesz a mézédes hazai görög dinnye. A termőterület bővülése az idén tovább folytatódott, ami nagyobb mennyiség betakarítását teszi lehetővé. A megszokottnál korábban kezdődött idén a hazai dinnye szezon, a fólia sátras termelésből származó áru már június közepén megjelent a piacokon és egyes zöldségeseknél. Hamarosan már Szabadföldön is megkezdődik a szüret, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében. A Rákóczi szabadságharc kezdetének évfordulójára emlékeztek Tisza Bezdéden. Az ünnepséget a település önkormányzata a kisvárdai kuruc hagyományőrzőkkel negyedik alkalommal szervezte meg. A megemlékezésre Felvidékről és Erdélyből is érkeztek hagyományápolók. A tájházból a református templomba vonultak az ünneplők Tisza Bezdéden, a honfoglaláskori településen a Rákóczi szabadságharc kezdetének évfordulójára emlékeztek, immár negyedik alkalommal. A község önkormányzata a kisvárdai kuruc hagyományőrzőkkel közösen teremtett tradíciót a településen. A honfoglaláskori hagyományok ápolása mellett megismerkedtünk olyan barátokkal, olyan ismerősökkel, akiknek a Rákóczi szabadságharc, a Rákóczi fejedelem öröksége volt fontos, és csatlakoztunk hozzá. El szoktam mondani, hogy nem tudjuk, hogy járt-e a fejedelem Tiszabezdéden, járhatott, mert ugye itt a birtokai itt voltak, de mi az eszmeiségét szeretnénk megőrizni, ami fontos most jelen pillanatban itt Magyarországon is. A történelmi Magyarország leghosszabb szabadságharca kezdődött 321 évvel ezelőtt. 1703. június 16-án a Rákóczi vezette sereg a lengyel-magyar határt átlépve a Vereckei hágón keresztül érkezett Magyarországra. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke megköszönte a hagyományőrzők munkáját, és kiemelte azt is, Rákóczi öröksége túlmutat az évszázadokon. Talán a legfontosabbat hagyta ránk, azt, hogy valóban a jövőbeli nemzedéknek üzent, és azt üzente nekik, hogy becsüljék meg azt a földet, amelyen élnek, és beszéljenek róla úgy, mintha egy kincs lenne. És úgy gondolom, hogy ez az örökség, az a szülőföld iránti rajongás, az az elhivatottság, a szabadságvágy, amely az ő életét és az ő munkásságát jellemezte, és amelynek köszönhetően mi szabadságban élhetünk, úgy gondolom, hogy ez örökérvényű, és ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy minden évben és minden egyes településen, kikötődik második Rákóczi Ferenchez, a megemlékezések azok teljesek legyenek, és nagyon örülök annak, hogy minden megemlékezésen itt vannak a hagyományőrzők, itt van a Rákóczi Szövetség, és ott vannak azok a települések, akik úgy gondolom, hogy méltón képviselik az örökségét. Az istentiszteletet Meleg Vilmos színművész előadása követte, majd a templom mellett álló Millenniumi Park emlékfájához vonultak az ünneplők. A köztéri alkotáson a kuruc hagyományőrzők kezdeményezésére minden évben névtáblákat helyeznek el. Hagyományőrzők kerülnek fel, olyan hagyományőrzők, akiknek múltjuk van, több tíz éven keresztül benne vannak, csinálják, és tudják továbbadni az utókornak, de olyan, hogy Nyíregyházától az országos szinten már Monóról is voltak, aki felkerült, úgyhogy országos szinten, akire felnézünk, hogy méltó arra ki kell érdemelni, hogy felkerülhessen az emlékfára. Idén Virág József, Tóth Zsigmond Béla, Miklós Csaba és Piroska János hagyományőrzők kaptak névtáblát a Tiszabezdédi emlékfán.
A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó nemzetközi bűnözés elleni főosztály emberkereskedelem elleni osztálya nyomozást folytat egy 33 éves nyíregyházi férfi ellen. A gyanú szerint A. József két magyar nőt éveken keresztül prostitúciós tevékenységre kényszerített, miután A. Józsefet februárban elfogták, letartóztatása mellett tovább folytatták az ügy felderítését. Így szereztek be olyan bizonyítékokat, melyek alátámasztották, hogy a nőket szexuális téren kihasználó férfi bizniszében tevékeny szerepet játszott az öccse, ifjabb A. József, valamint édesanyjuk H. Judit is. Ifjabb A. Józsefet a nyomozó hatóság kitartottság, valamint pénzmosás büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki, jelenleg szabadlábon védekezhet. Édesanyját, H. Juditot a nyomozók többszörösen minősített emberkereskedelem és kényszermunka büntettével gyanúsítják. Kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. Hétfőn elkezdte a felkészülést az NB1-es idényre a Nyíregyháza Spartakusz, Vas Patrik és Sigér Ákos távozott, új játékos a Gyirmótról érkező Kovács Milán. A játékos keret még alakulóban, a vezetők több futballistával tárgyalnak. Szombaton 11 órától Örökösföldön a Cigánddal játszik edzőmérkőzést a Spari. Rekord létszámú résztvevővel 80 csapattal rendezték meg a nyíregyházi Kossuth téren és környékén az országos streetball sorozat idei harmadik tornáját. A győztesek ott lesznek a döntőben, amelyet szeptember 14-én a Magyar Kosárlabdázás napján rendeznek meg a budapesti Hősök terén. Tavaly az időjárás a Continental arénába kényszerítette a mezőnyt, idén viszont igazi utcai kosaras idő várta a játékosokat. A Kossuth téren és környékén felépített 8 pályán 9 kategóriában mérhették össze tudásukat a csapatok a főszervező legnagyobb megelégedésére. Nagyon elégedettek vagyunk, tehát részint az időjárás nagyon jól megszerveztétek, ez mindenféleképpen egy fontos szempont, de most már 17-szer vagyunk itt, ha jól számolom, kisebb, nagyobb kihagyásokkal, az elmúlt 30 évben mióta, 32 mióta működik a streetball, és egyre népszerűbb Nyíregyházán ez a játék, nagy örömünkre szolgál, hogy itt több mint 70 csapat van. Végül rekordlétszámot könyvelhettek el a szervezők, a vállalati bajnokság minitornájának résztvevőivel együtt 80 csapat töltötte kosárlabdázással a szombatot. Szerencsére Nyíregyházán ennek nagy hagyománya van, itt a régióban talán mondhatom azt, hogy egyedüli városként rendezzük meg évlévre ezt a streetball rendezvényt, úgyhogy nagyon hirdetni nem kellett, habár azért a szokásos média csatornákon keresztül ezt megtettük. Nem tudom, miért alakult úgy, de idén rekordszámú csapat nevezett, ennek nagyon boldog vagyunk, talán azért, mert a kosárlabda egyre népszerűbb. A szakág népszerűségét tovább növelni egy olimpiai szereplés, amelyről idén csak kevéssé maradt le a magyar válogatott. Nekem a szívfájdalmam az olimpiai selejtező, ami a 3-3-ban volt, hogy ott nem jutottak ki a lányok, mert lett volna egy visszaigazolás, ami egyébként így is nagyjából megvan, hogy ez az utcáról el lehet jutni az olimpiára. Most a gördeszkások próbálkoznak, a falmászók, egyebek, de egyre népszerűbb ez a játék, egy kicsit élesebb körülmények között két játékvezetők, de itt kell megtanulni. Tehát itt ezek a kisgyerekek, akik itt a hátam mögött dolgoznak, ezeknek már van sikerélményük, és én abba bízom, hogy ezek közül majd valaki ezt szeretné profibb szinten is csinálni. A válogatott tagja volt a nyíregyházi kosársuliból induló Pap Klaudia is, aki az olimpiai selejtező után felhagyott a 3x3-as játékkal, és már a nagypályás nemzeti csapat tagjaként készül a világbajnoki előselejtezőkre. Sok-sok évvel ezelőtt mi is itt kezdtük egészen pici korunkban ezen az eseményen, és hát én nagyon örülök neki, hogy ez minden évben itt megrendezésre kerül Nyíregyházan, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most idén sikerült sok év után megjelennem és részt vennem az eseményen. Hát sok szép emlék fűz ide, az biztos. A nyíregyházi torna győztesei bekerültek az országos döntőbe. A finálit szeptember 14-én, a Magyar Kosárlabdázás napján a budapesti Hősök terén rendezik majd meg. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
8 ágazat 10 szakmájában szereztek végzettséget kárpátaljai hallgatók a 2 éve tartó háborús körülmények ellenére. A Mátészalkai Szakképzési Centrum és a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttműködésében szervezett szakmai képzésen közel 160 kárpátaljai tanuló fejezte be sikeresen tanulmányait. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket, erről és ezek káros hatásairól játékos programok keretében tartottak szemléletformáló napot nyíregyházi gyerekeknek. A nap elsődleges célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása és erősítése volt, ezért a helyes táplálkozásról is tanulhattak a Sólya Miklós görögkatolikus általános iskola diákjai. 321 évvel ezelőtt 1703-ban kezdődött a történelmi Magyarország leghosszabb szabadságharca. A Rákóczi vezette felkelésre emlékeztek Tiszabezdéden. A község önkormányzata a kisvárdai kuruc hagyományőrzőkkel közösen 4. alkalommal szervezte meg az ünnepséget. Június 19-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb holnap este is várjuk majd Önöket. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Csütörtökön sokat süt majd a nap, kevés fátyol és gomoly felhőt láthatunk, illetve kisebb koncentrációban szaharai por is lesz felettünk. Csapadék nem várható. Az északi szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. Napközben 26 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.